2021. október 31-e van. A helyszín Őri Szent Péter, abban a faházban pedig csicsikál a Rack Machine. Az én mountain bike-om, amivel tegnap este ide érkeztem. A hársfa fogadó kettes számú szobájában a töltőszekció. Lehet, hogy este nem voltam teljesen egyértelmű. Töltőkábelt hoztam, és a csatlakozóval fel tudtam tölteni 3 akkumulátort. Egyedül aludtam szobában, a sisak külön ágyat kapott. Meg akartam én mutatni már este, el is kezdtem a felvételt, csak rájöttem, hogy bepárásodott a kamera, úgyhogy ez volna itt a zuhanyzó és a WC helyisége. Hopp. Bocs. A lámpa bekapcsolva maradt. Egy tetőablak. Reggel 7 óra múlt, lementem. Még itt találtam a hölgyet, mielőtt elment boltba, kaptam egy jó kávét, és közben Kobrankó legújabb filmjét kezdtem el nézni. Hullogok ide a vízhez. Van némi közöm hozzá, ugyanis szállást szerezni segítettem neki, mert előtte jártam egy hónappal a Kotori öbölnél. Mutatom a helységet, Lepatani. Azért én nem teljesen ok nélkül érkeztem Őri Szentpéterbe. Csak hogy egészen mostanáig úgy tűnt, hogy feleslegesen jöttem. Jó, nem feleslegesen bringáztam, de az, ami miatt éjszakázni itt szerettem volna Őriben, az majdnem nem jött össze, és az előbb kaptam egy hívást, hogy van rá esély, hogy történjen valami. A részleteket egy pár perc múlva úgyis elmondom, hogy izgulok. Írton egy mázinak bizonyult az, hogy itt a hársfában szálltam meg, mert ahova igyekszem, az csak pár lépés a hársfától, miközben itt kilométerekkel arrébb is vannak mindenféle szerek. Na, egy kis segítség arra, hogy mi vár rám. Oda, oda. 3 tonna agyak tére, hogy tudjak dolgozni. Ez az első. És itt tartja a melegbe, hogy ne keményedjen. Így van, főleg. És akkor ugye be van nájlonozva. És hogy mit készülnek ebből? A fazekas az így dolgozik. Azok ott mind másé? Igen. Ezek itt az enyémek lesznek. De ez hát 6 darab belőle, ugye? De mindig ráhagyással kell dolgozni, nehogy olyan legyen, hogy csinálok 6 darabot, és ne adj Isten, mikor mintázom, vagy valami, akkor vagy eltörik, vagy mázas égetésnél egy pici kis valami beleesik, és akkor az nem lesz szép. Meg nagyság szerint ugye szét kell ezeket válogatni. Hát ahogy én is, több anyagot veszek fel, mint amiből végül ez a videó elkészül. Ugye kézzel készül, ott már van egy kis eltérés a magasságba. Úgy kell ezeket nekem összeválogatnom, hogy az, hogyha fölülről nézek rá, az átmérője egyforma legyen, oldalról nézek rá, egyforma legyen. És hogyha nekem tetszik, az én szememnek, akkor gondolom, hogy a megrendelőnek is majd tetszeni. És mi lesz azzal, ami fenn akad a rostán? Az megy ki az eladótérbe, és abból lehet válogatni. És akkor abból valami egyedi darab. Hát én is egyébként 6 darabot kértem. Anyukám azt mondta, hogy hát vegyek többet, hogy legyen tartalék. Mondom, tudod mit? Akkor egyezünk meg abba, hogy én egy 4 darabos készletet kértem, és 2 a tartalék. Így van. Ugye ez a naturégetőkemence? Naturégetőkemence, meg a mázas. Mázasba is most nem. Oda bekészítve? Már várnak? Itt el van a dolgok. Aha. A teáskancsóért majd jönnek, az oda be van dugva, meg a vajtartónak kellett egy teteje, mert összetörték. Nagyon de szép. Ugye a monogram mindenben bent van, RK. Ezek a 80 dekás agyagdarabok? Ők nem. Nem? Nem. Ezek nem. A 60. 60 dekások. Legalábbis úgy fogtanak kézbe. Azokból mi készül? Ezekből? Tál. Tál. Nekem lesz majd salátásom, ami ennél nagyobb lesz, de formára megbeszéltük, hogy pont ilyen. A korzikai csészémhez hasonló kávés csészét kértem még. Pizzás tányérból. Ilyesmit. Több színben.
Ugye az nem baj, megszokott dolog, hogy valaki Tiri tarkán kéri a készletet. Igen. Nekem tetszik mind, és nem akartam annyira egysikún. Ha berakom a szekrénybe és ránézek, akkor ott is legyen egy kis változatosság. A forma az, mint ahogy itt törekszik is a fazekasnő, szép egységes lesz, de akkor a színben pedig a őrség színeivel ellátva. Ma itt pompáznak azok a színek, amikből válogattam. Fűszertartó. Hoppá, ez én voltam. Minden a helyén maradt. Elnézést. Szóval jól tettem, hogy eljöttem, és hogy beszélhettünk, mert volt némi félreértés, tehát kellett pontosítani a dolgokat. De most már mindenki mindent tud. És pár héten belül nálam landol az új étkészletem. Visszamegyek a hársfa fogadóba. Már vár a reggeli. Ugye szép lesz. Nagyon szeretem magamat olyan tárgyakkal körülvenni, amik tetszenek, és én választom, sőt, még esetleg a tervezésében is benne vagyok. Bevallom őszintén, hogy még egy A betű a logómról szintén szerepelni fog az edényeken. Hát, hogy teljesen magamnak érezhessem őket. Ezt így kitaláltam. Megkérdeztem, hogy esetleg a logó mehetne, de hát nem mutatna úgy, meg Pepecs Meló, nem is ragaszkodtam hozzá, de a három vonalból álló A betű az ott lesz. Az pedig ismét bebizonyosodott, hogy nem kell rágörcsölni a dolgokra, lazán. Tegnap este a fazekas nő azt írta, hogy nem lesznek itthon. Ma reggel azért bepróbálkoztam egy e-maillel, hogy gyakorlatilag az étkészlet miatt választottam szálláshelyemül Őri Szentpétert. Eredetileg egyébként náluk akartam megszállni, csak teltházat mondtak. Én megadtam a telefonszámot, és akkor kiderült, hogy egy pár perces látogatásra mégiscsak van alkalmam. És fontos volt megbeszélni néhány részletet. Na, egy másik zsebben megtaláltam a kamera aksi töltőit. Jó van. Azért jól el vagyok. Most már lassan indulok reggelizni. Hát, sonkás tojás reggeli. Kivételesen kenyeret is fogok hozzá. Egy darabig kitart vasvárig biztosan. Na, úgy néz ki, már ki is készítették a bringámat. Mehetek Isten hírével fizettem? Úgy néz ki, hogy nem lapos a kerék. Azonnal indulhatok. Hiába, na, jó dolog ez a gumijavító, defektjavító folyadék. Ja. Áfonya menet kész. Felszállt a pára. Többi szoba. Én is nyitva vagyok. Ott maradt a lámpa. Hű, basszus, de jó, hogy észrevettem. Az ajtóba benhagytam a kulcsot, nyitva hagytam az ajtót, kipakoltam magam után. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, további kellemes napot. Itt vacsoráztam ennél az asztalnál. És mindig jött rám a hideg. Én voltam a hülye, mert ide ültem. Hoho! De csodálatos. Időnk lesz. Lehet, hogy már nem is kéne a felső alá. Az aláöltözet. Tegnap este milyen hűvösbe jöttem meg, és
Csak egy mez volt a kabát alatt. Na, mi van, cicmarek? Jaj, nem is egy van. Csak a fehér tűnt fel, megmozdult a fekete, már azt is látom. Hát, ezek álmosak. Ilyen mit csináltatok? Itt aludt a bicaj. Na, egy kis nyomás ellenőrzés. Na, teljesen korrekt. Első-hátsó terepezésre alkalmas nyomással. Hopp, vizet kell majd tölteni. Tehát látható a tegnapi 133-an, mondtam, hogy 2 kilométerrel alrébb nulláztam, 2-t hozzá kell adni. A napi kilométer kezd helytől 112 volt, és 1515-öt emeltem. Most le fogom nullázni, belököm neki a mai nyomvonalat, és egy kis vizes feltöltés után neki is vágok a mai távnak, ami nem lesz olyan durva, és mondom, mára egy mesteri tervem van. Nem véletlenül ez a videónak a címe. Úgy 89 km vár rám, minimális emelkedéssel. De mondjuk azt, hogy egy százas, és akkor szerintem közelebb vagyok a valósághoz. Nem mentem vissza a vízért, mert igazából elköszöntem, aztán majd megoldom útközben. Itt van egy vízcsap a kertben, de már nyitva van. Az azt jelenti, hogy a fagyveszély miatt leürítették, és valóban éjszaka lehetett is egy minimális fagy. Oh, elindultam rossz irányba, de várjunk csak. Nem. Hiába az ösztönök. Persze, hogy kelet felé kell mennem. Ez érthető. Nem a szállástól volt a nyomvonal indítva. Tűzcsapból nem töltünk vizet. Nem is értem, miért hívják tűzcsapnak. Hát nem tűz jön belőle, hanem víz. Jó esetben. Na, ezt csinálja utána valaki. Nyalogatta a saját tökeit a macska. Reggeli mellé bevertem egy egész flakon ananászlevet. Hú, szinte fájt, mennyire el van cukrozva. Egyre inkább a natur dolgokért vagyok odáig. Még ha kicsit fanyarabb is az ízük. Vagy megtolom őket egy kis mézzel. Na hát úgy néz ki, hogy ismét elkövetem a szokásos hibámat. És folyadék nélkül húzom el a csíkot. Annyi csak, hogy most nem szomjazok el olyan hamar. Annyira mehetnékem van. Ja, meg érdemes lesz korán megérkezni a szálláshelyemre. Oka van. Hát viszonylag későn, 3:40 körül indultam el. Ez már az új időszámítás szerint van. Óra átállítás volt az éjjel. Na, várjunk. Itt meg kell lőni, mert nem vagyok pontosan a nyomvonalon. Nem megyek le. Jó lesz ez is. Majd rámegy. Au. Mindig valami le akarja szedni a sisakomról a kamerát. Mindig valami le akarja szedni a lábamat a pedálról. Be SPD-vel. Kicsit bajos nekik. Na. Ó, a francbe. Már is nem. Este térképet váltottam, mert túl színes volt a sötét erdőben a térkép. Nekem meg minél egyszerűbb megjelenítés kellett. És most ezért sikerült a szintvonalat bekövetnem.
útvonal helyett. Hát visszafordultam és csorgok itt lefelé a kerítés mellett, ahogy egyébként is terveztem. Át lehetne fordítani, hogy tervezett utat tervezetlenért el ne hagyj. De ez, ha belegondolunk, hogy tegnap is miken mentem keresztül, igencsak hibás döntés volna sántítani. De hát, jelölt turista jelzés is van a kék kereszten. Mohamedánok számára kék plusz jelzésen. Teljesen megfelel. Most mondom azt, hogy minden ideális. Kellemesen jól laktam. Nincs semmi nyűgöm. Gyönyörűen süt a nap. A pára is úgy felszállt, hogy már szerintem ebben az időben nem fogok vele találkozni. És még egy kis vadmozgásra is számítok. Tényleg 3-400 méteres szint van mára. Főleg gurulgatások lesznek. 284 méter jelenleg a tengerszint feletti magassága, mint arra szólogatok. Jó volna egy 5 óra környékén, ha minden ideális, megérkezni a szállásra. Lesz néhány aszfaltos szakasz. Vége felé egészen biztosan láttam Vasvár után. Hát Vasvárra is békével érkezem majd meg. Igen, hamarosan melegem lesz. Tegnapi kezdés után ez most meglepő. De persze az 100 kilométerrel arrébb történt. Miért ne lehetne más itt a reggel az Őrségben, mint a Balatonnál. Egész kellemes hely volt ez a hársfa fogadó. Főleg azért, mert a környéken minden szállás dugig volt emberekkel, ami még működött ebben az időszakban. Itt viszont, ha minden igaz, rajtam kívül még egy család volt. Ők is ma távoztak. Az őszi szünetet töltötték itt 4 éjszakával. Hát tévesen ők a reggelivel való foglalást félpanziónak hívják, és azt hittem, hogy a 7500-ban a vacsora is benne van. Nem. Azért fizettem. De nem volt vészes, és szép kártya elfogadó hely is. Tényleg úgy vagyok vele, hogy egy alkalmas helyen megállok, és már is egy réteget föntről leveszek. Még a kesztyűm az lehet, hogy marad. Csak most kezdtem el, és hihetetlenül élvezem. Nem nagyon akarok újra megállni. Ha meg nem teszem, akkor meg túlságosan bemelegszem. Izzadok. Úgy döntöttem, hogy a most következő csodálatos szakasz előtt megeltem én ezt a öltözetkönnyítést. A sapkát felhajtom. Ha ennél még melegebb lesz, elképzelhető, hogy kendőt veszek helyette. Azt is hoztam. Hiába van, akinek nem tetszik. Én azért csak hordom, és fogom is. Ez a
plusz réteg, amitől megszabadulok. Tovább nem vetkőzöm, úgyhogy nem kell lájkokat nyomogatni, meg pénzt dobálni az automatába. Ez visszajön, hogy a kóbor vadászok ne nézzenek szarvasnak. Hát ez telepített erdő. De azért jól néz ki. Csoda, hogy ilyen sokáig hagyták lábon a fákat. Már azt mondom, hogy érdemes volt eljönni erre a hosszú hétvégére, ha holnap beköszöntene a cudar idő, ami érzéseim szerint nem fog. Csak tolódott egy napot a hét közepi előrejelzés óta. Illetve ha csak délután vagy este felé érkezik meg, az meg már kit érdekel. Ez már az enyém. Az ilyen élményekre hajtok. Élő személlyel az erdőben még nem találkoztam. Hát élettelennel sem. Pedig ma van Halloween napja. Egyébként igazán hidegen hagy a dolog. Nem öltöztem be, nem buliztam rá. Nekem idegen. Nem a mi kultúrkörünk. A kék keresztet elhagytam. És egy átkötő gurulás után már is a piros jelzésen folytatom. Hát... ezt hívja az angol single tracknek. És... még éppen kitekerhető. De úgy látom, hogy ezt is elhagyom. És egyenesen megyek tovább, hogyha létezik út. Általában a erdőbirtokok határán van valami. Itt most sár, ott mellette kerülök. Úgy néz ki, hogy járható lesz. Valamikor ott is volt valami turista jelzés. A piros itt folytatódik balra. Ha nem volt hosszú utam, még nincs kizárva, hogy máshol telibe kapom. Ez a legrövidebb montis tervezés a mai célhoz. De ha nem tetszik, természetesen át fogok tervezni bármit, bármikor. Súsnyásodik. Piros kereszt. Aha. Csak igazán nem tiszta az erdő. Nem volt érdemes kerülgetni, inkább átvergődöm, ugyanis kivisz a műútra, ahol este érkeztem. És az pedig itt van a közelben. Úgy egy klasszikus montizást mutatok be. Jaj! Hú, jaj! Teljesen elmerültem. Rohadt disznóság van itt. Veszélyes. Képzeljétek el, ha egy valódi mocsár, akkor pár ezer év múlva találnak egy bringást. A kormányát markolva.
Ott mennek az autók. Ó, nem tart ez olyan sokáig. Hamarosan letérek jobbra. Felszedtem egy pár levelet. Egyszer csak elkopnak, nem érdekel. Ajaj. Van itt valami ledrótozás. Pedig itt kéne bemenni. Hát, most már biztos? Köszönöm. Jó, arra van tervezve az utam, csak azért. Én nem okozok semmi galibát. Nagyszerű. Kösz szépen. Természetesen. Szoktam ilyen helyeken járni, és most pont jókor jöttek, mert ha nem jönnek, akkor nem merek bemenni. Kösz. Köszi. Nem kell kétségbe esni. Csak lazán. Mindig minden megoldódik. Elolvastam a táblát, még morfondíroztam. Igazából tiltás nem volt rajta, és ez a kerítés a marhákat tartja inkább bent, és nem a marha bringást kint. Tehát ez szerint is haladok tovább a későbbiekben is. Volt már ilyen, és most is gyakorlatilag alternatívája nem volt ennek az útnak. Marhákkal és bölényekkel legeltetik a gyepet. Az Őrségi Nemzeti Park területe, és a terepjáróval is a Nemzeti Park dolgozói jöttek. Tehát ugye, hogyha terepjáróval lehet rajta menni, akkor bringával miért ne lehetne? Egyébként turista jelzés a túloldali oszlopon nem volt. Azt hittem, hogy mögöttem jönnek, de nem, eltűntek, elkanyarodtak másfelé. Ja igen, oda a tartályhoz mennek. Ugye az a kérdés, hogy itt kimenjek? Vagy ne menjek? Hogy menjek arra tovább lefelé, mert ez itt jól járható, ugye? Nem járnak itt a... Senki nem jár. Inkább végig megyek. A kerítésnek ezen az oldalán. Végül is akár a drótok között is ki tudom tenni a bicajt, hogyha ott fönn a sarokban nincsen kapu. Egyéb látványosság nincs, a marhák ott vannak szana szét a domboldalban. Persze egy pár bölénynek azért örültem volna, hogyha lencse végre kaphatom őket. Egy kis erdősávot keresztül vágtam. Na hát itt vannak a drágák. Cukik vagytok? Ott a kijárat. Mondom, némi csalódás, hogy éppen bölényeket nem láttam. Most vannak elszaporodóban egyébként. Csak nem kipusztultak Európából. Lengyelország kereti határain volt egy kis populációjuk az európai bölényeknek. Úgy rémlik, hogy Amerikából hoztak vérfrissítést, úgyhogy azok már egy kicsit kevert állatok. Na, ez úgy működik, hogy leakasztom a felső kettőt, és akkor átteszem a viccajt, és visszaakasztok.
Neked csak azért sem adom meg a számkombinációt. Nehogy megoldjad és kigyere. Szerencsét, hogy nem néztél ide. Végül csak a felsőt akasztottam le. Merre tovább? Hát egyenesen. Pedig milyen csalogató ez a szórt út. Egyenesen. De mibe? Hogyan? Gyep, ez is gyep. Jaj, de veszettül nem jó. Hűha. Ez... Hát ez... Ez most itt szét van túrva. De végig. Na, ehhez nincsen kedvem. Végül semmit nem tehettem ellene. A kerítésen túl nincs út. Akkor inkább itt végig megyek a göröngyösön, de nem akasztanak el a nyírfák ágai, meg a gaz. Azt, hogy ott van egy vadászles, talán egy keskeny ösvényt is feltételez valamelyik irányban. Velem párhuzamosan volt egy út, de az is csak eddig tart, eddig a kerítésig. Ott, hát a magas figyelő az kívül van. Letámasztom a bicajt, lefektetem a bicajt és megnézem, hogy a kerítésen túl mi van. Sok jóra nem számítok. Hát nem volt kint semmi, úgyhogy döcögök végig az erdőig. Van egy olyan érzésem, hogy ez a hülye tervező, hogyha nem talál utat, akkor áthúzza torony iránt a következő lehetőségig, és nem kerülteti meg az emberrel a gyakorlatilag járhatatlan részeket. Úgyhogy nem tudom, itt a két fa között mi fog rám várni, de még ahhoz, hogy egy igazi utat elkapjak, hát oda kell tennem magam. Na mi ez itt? Ez sem útnak tűnik alattam, és itt jobbra. Ez valamikor az volt. Hájájájáj. Jó, hát ez benne volt a kalapban. De nevezhetjük útnak, csak nem az. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy lejtés van. Ereszkedés. Talán itt a, ezen a gerincen valameddig elmegyek két keréknyom között. Hát az ott elcsalinkázik jobbra. Egy egyenesen lefelé. Nem egészen 10 kilométerrel vagyok a kiinduló ponttól. És ennél rosszabb ne legyen, na. Kimondhatom. Pedig lesz. Mert itt aztán semmi út. Bizony betervezett a semmibe. Vagy ott el kellett volna menni jobbra, megnézni, hogy nem alakult-e ki valami alternatív útvonal. Egy vadcsapást követek, és azt is nekem rossz irányba. Nem tudok mit csinálni. Hát, ha rávisz valamire. Behozott a háj, erdőbe. És itt a szélén dzsumbujos, bejebb meg még jobban. Ó, jaj. Marha tervező.
itt menjek tovább, vagy amott. Túl sokat kellem caplatni. Nincs közel a cél. Hát most ha lemegyek a tisztás aljáig ezen az oldalon, aztán megnézem, hát ha van valami az erdő másik oldalán, a tervezett útvonalon, a tisztásig. És a fadarabok ugranak be a küllő közé. Valaki szavanként küldi az üzenetét. Aj. Valami szabályosságot, valami utat keresek ebben a nagy összevisszaságban. Egyelőre tolni legalább tudom az énzetbe. És hát az most már nagyon nincsen, de lehullott faágak és falevelek, igen. Ha megnézem, annyira gyanús nekem ott, hát ha valami levéllel betakart út van a pár méterrel arrébb. Valami gyanús. Mi ez itt? Aha! Találtam egy utat. Na, akkor ezen megyek tovább. Legalább az megérzésem megint működött. Sikerült átkötni ide, és ez a tervezett útvonal. Oké, továbbra sem kell kétségbe esni. Maradjunk egységben. Nem mondom, hogy túl könnyű, de legalább létezik. Hát ilyen helyekkel lehet összeszedni a defektet. Rosszul törik egy gaj, azonnal elszáll a nyomás. Előttem mocsár van. Hogy kéne? Oké, meg volt száradva. Az a baj, hogy ahol az út volt, kivágták az erdőt ott jobbra tőlem. Újra van telepítve, de utat már nem alakítottak ki. És a vad erdőben kell ereszkednem. Na most visszamegyek az elhagyott nyomvonalra, hát újra van valami út, de itt egyszerűbb volt a viszonylag tiszta erdőben lejönni. Na, hát ez nem egyszerű. Mennyivel jobb turista ösvényeken haladni. Még este a zöldön is megoldottam valahogy az átjutást. Ajajajaj. Hát, ha majd itt a magaslás után történik valami. Nekem pozitív. Itt lesz legalább valami vadászjárta ösvény út. Hát ez így nagy nulla. Hát ott az út, azon kellene mennem, de be van nőve. Itt van egy bedőlt fa. Szerintem ha kikerülöm, akkor valamit tudok haladni, csak annyi, hogy nem jó irányba. De nincs más lehetőségem. Ezért ha találnék egy ösvényt, ami jobbra leágazik róla, akkor valamennyire a tervem irányába tudnék menni. Túl sokat kell ezen a elhanyagolt részen megtennem. Itt a fa, ami elzárja azt az utat. Ó, figyeljetek, ott. Aha, megindultak.
Hát jó. Úgy néz ki, hogy ott lesz egy tisztább út. Azt akár már használni is tudom. Szép nagy szarvas tehenek voltak. Csapatosan. Remélem láttatok valamit. Nocsak, hát ez az bizony az a szórt út. Lehet, amit már mutattam. És nekem jó irányba visz. Ó, a francba. Mennyi időt meg tudtam volna spórolni? Viszont akkor nem láttunk volna szarvasokat. Úgyhogy köszönöm. Megvolt az oka, hogy ott jártam. Benn a bozótban. Ez pont olyan, mint a tegnap esti gurulós szakasz. De boldog lennék, ha egész nap ilyenek kéne mennem. Jaj, de szép. Hát erről fényképeznem is kell. Mutatom az őrség 4-es 5-ös bringa útján. Nem csak bringások. De szemből azok jönnek. Kifélék, mifélék. Sziasztok! Hello! Az a bizonyos aszfaltcsík, amit emlegettem az előbb. Ám ott az erdőben egy kanyar után nekem jobbra letérést mutat. És igen, trekking biccajjal és akár országútival is ez a út, amit most ide értem, végül ez teljesen megfelelő. Kőkemény 11 kilométert jöttem a mai napon. Jó, így nem állítottam át az óráját a biccajnak. Bizony, 4:12 lesz mindjárt. De legalább a... Hát nem, mert a sisak kameráit se állítottam, hát a franc essen bele. A kézi kameráit igen. Na, mindjárt letérésnél átállítás. Igen, mert a sisak kamerán ki van kapcsolva a GPS. Ne fogyasszon, amiatt többet. A Montis csapás. Egyelőre nem tervezem az áttervezést, azért, hogy hamarabb érkezzem a célomhoz. Viszákra érkeztem. Elég, hogyha 5-6 környékén leteltem a biccajt és átöltözhetek. Erre van a vadászatú. Viszáktól csaknem 2 kilométert már aszfalton jöttem. Itt pedig van egy letérés nekem, és el kéne mennem annak az erdőnek egyenesen, csak hogy látom, hogy le van kerítve. Hát megnézem, hát a kerítések között van valami út is, de erre most nem látok sok esélyt. Szóval védi mindenki a tulajdonát. Biztos meg is van az oka. Csak hogy ezzel az ember szivatva van. Nem? Hogy
ott nincs tovább menetel. Az ott tökéletesen le van kerítve. Nézhetem meg, hogy hogyan tovább. Hát vissza nem megyek, hanem akkor nyilván a következő facsoportig fogok elbicajozni, ha itt a lekerítésen túl nem találok utat, de ott is be van kerítve a másik vége. Elmesélem, hogy mit csinálok. Már lett volna a letérési lehetőség, de nyilván ilyen szántóföldi utakon kéne menni. Viszont előbb-utóbb ezen az aszfaltcsíkon újra át kéne menni, tehát a nyomvonal érinti ezt az utat. És az előbbi bozótos tökölést, az ottani időveszteséget szeretném behozni valamennyire. Ezért addig, amíg vissza nem tér erre az útra az általam tervezett nyomvonal, ezt így gyorsan lezavarom. Nekem most fontos volna, hogy a szálláson legyek hát legkésőbb 5-kor. És hát még 75 kilométer, rengeteg bizonytalansággal. Mennyi lehet? 3/4? 12? Nem egészen, igen. Őri magyar ózsd! Vajon itt is lesznek-e fazekasok? A vadásató 3 kilométer. Látom, útba egy sem. Nagyon nem az én utam. Nagyon másfelé megyek. Víz, víz, víz. Ott. Csak ki kellett mondanom. Pálinka, pálinka, pálinka. Igazából nekem nem is fazekas kell, hanem ha már az őrségben járok, akkor az őrség zöld aranyából, a tök magolajból kéne vinni egy fél vagy egy litert. Erre most figyelmeztetett egy kirakott tök, ami lehet, hogy éppen jelezte azt a lehetőséget. De hát igazából én majd csak kiírásra ugrok. Sétikálván a fazekas nőhöz. Egyébként ott ki volt írva, hogy kapható a közeli házban. Már német ajkúak laknak abban a házban. Milyen a német ajkú? Hát, nagyon szőke szakálla van. Ez rossz vicc volt, rossz vicc volt. Vasvár 33 kicsi. Már nem az ajkán van a szőr. Mondjuk, oda is ragadhat valahonnan. Hát, gyönyörű ez az ősz, itt az őrségben. És valahol itt kéne megérkeznem balról, a nyomvonal szerint. Hol? Ott, a táblán túl balra látható egy leágazás.
teljesen okénak tűnik az út. Valami mennyit spóroltam az idővel, pont dél van. Mindjárt megmondom, hogy hány kilométer, puff, innen. Aha, jó lett volna. 64. Még 14-15 kilométeres átlagos óránkénti sebességgel időben ott lehetek. Na most jobbra kéne majd lekanyarodni. Reménykedem benne, hogy egy hasonlóan jó minőségi út lesz, mert egyébként itt be lehetett volna menni jobbra, és arra teljesen oké volt. Még az is lehet, hogyha nem tetszik, akkor visszajövök erre, és úgy megyek abba az irányba. Ez lesz az, így első ránézésre semmi gond nincs vele. Á, ideje volt lemenni az aszfaltról. Aha. Na, de jó. Ideális. Most még. Egyébként a következő letérésig nem lesz vele gond. Ahogy így látom magam előtt a távolságot. Hát ide kicsi edzettségű bringások is nyugodtan eljöhetnek és élvezhetik. Hát errefelé igen, de amerre nekem menni kell, azért erre már ne próbáljatok jönni. Nagyon! Ez itt nem az örömbringázásnak a nyomvonala. Persze attól függ, hogy ki minek örül. Én az előbbinek nagyon örültem. Ez pedig ugye magában hordozza annak a veszélyét, hogy lesz még rosszabb. Hát akkor... akkor ilyen. Innentől eldobta a gép. Ami az érdekes, hogy kerék nyomokat látok magam előtt a fűben. Viszonylag friss keréknyomokat. Kétkerekű jármű keréknyomait. Valaki más is csinált egy őszi tekergést. És vagy oda-vissza megtette az utat, vagy ketten voltak. Egyébként én a kettőre tippelek, mert egymás mellett ment a két nyom. Nem pontosan, párhuzamosan. És ketten nem fértek volna el egymás mellett biciklivel. Túl közel volt egymáshoz a két nyom. Nem kell olyan sokat menni. Előttem egy kereszteződés várható, és feltételezem, hogy egy más minőségű folytatást kapok tőlem balra. Őha! Bemutatjuk az Áfonya meg a Dagonya című epizódot Szederrel. Szeder. Ilyenkor nem szeretem. Hát annyira más minőségű az út, hogy kérem aszfalt. Látom és hallom. Csak, hát még el kell oda jutni. Az Áfonya és a Dagonya folytatódik. Oh. Hát ebbe elmerültem. Nem néz ki jól, viszont elég rusnya. Blahó Bence köpné zsigerből, hogy mi ez a vasútvonal, aminek a felhagyott vágányát most kereszteztem. És a reményem a jó útra, az teljesen
meg volt alapozva. Ott megyek tovább, csak át kell vergődni. Remélem, oda nem születni kell. Na, ezek elmennek, aztán átmegyek. Nem megy el, bekanyarodik. Úgyse rossz. Nekem elég gyanús ez az útvonal. Van egy olyan érzésem, hogy tegnap itt jöttem. Elég határozott érzésem van. Az a helyzet, hogy most nem láttam a navigáción, hogy jelölné a tegnapi nyomvonalamat. Rögzítette, csak visszaállítást kértem. De hogy bal oldalon bekerítve volt az a susnyás fenyves, jobb oldalon meg itt van ez a elvadult valamikori ültetvény. Ez nekem nagyon gyanús. Valószínű, mire vágom a filmet, vagy ha nem, hát pont a munkálatok közben ezt meg tudom erősíteni itt. Áfonya! Jártam itt, vagy nem jártam itt? Igennel, vagy nemmel válasz? Biztos, hogy jártam, mert azok bódé is megvan. Oké, okay, itt voltam, tuti. Áfonya, igen? Jó, tudtam én. Szóval az az út, amin az aszfaltig vergődtem, az tegnap benne volt az odautamban, csak elkanyarodtam az aszfalton balra, és elmentem a következő lehajtási lehetőségig. Talán emlékeztek, ott a kamionnál fordultam le jobbra. Itt pedig majd megyek mindjárt balra. Gondolom, senkit nem lep meg, hogy akár ezen az aszfalt úton is eljöhettem volna eddig. De ez tényleg nem állt szándékomba. Hanem ott folytatódik minden. Jókora torony itt a semmi közepén. Jobbra versenytársak éppen, de most látszanak. Két őzike szalad velem párhuzamosan. Csak úgy világít a valaguk. Megálltak. Engem lesnek. Hülyék vagytok, és mi volna, hogyha puska volna nálam? Meghallották. Ezek kette meg majdnem átszaladtak itt előttem. De szerintem nem, most már irányt váltottak. Két perces sincs, hogy a másik kettőt láttam. Ezek meg csak maguktól jöttek. Sebesen. Hát ez van. Éppen nem ment a kamera, hogy közelről felvegyem őket. De átjöttek erre. Valószínűleg erre az tisztásra. Ha nagyon ragaszkodnak az útirányukhoz. Szóval nem, bemaradtak az erdőben. Jogos. Hát ugye jövök második napja is. Most már lassan egy tucat állatkát láttam. Grúziában csak ismételni tudom magam, az egy hónap alatt összesen egy sündisznócska jutott az Aragvi partján fekvő biciklimen
játszott az azon lógó sisakommal. Éjszaka. Azért így össze szép, ahogy virágzik ez a növény. Csak óvatosan kérdezem, repce ilyenkor? Az idei újdonság, amit láttam és hatása alá kerültem, Nógrádban a vörös here. Hát nem vagyok már mai csirke. És még nem sikerült találkozom vörös here ültetvénnyel. Az Nógrádban több ponton is sikeresen belefutottam. Kicsit letértem a nyomvonalamról, ott érkeztem a Szántóföldön. Egy kávéért és egy kis szusszonásért úgy láttam, hogy komoly temetője van a falunak, tehát valahol a templom környékén egy kocsma is várható. Ej, mi a kő? Szarvasken. Érdekes falukép. Kóricálok. Nem tudom, itt ilyen terasz van, mintha kocsma volna, de ez sem az. Hát, akkor Vasvár, és marad a pizzéria a főtéren. Ja, itt a vendéglátó egység kirakott padokkal lenn. Mi csak? Megnézzük. Na? Na, ez nincs hiszva. Arra lefelé már nem megyek. Ezt még itt bevállaltam. De ez ma zárva. Így jártam. Újra elkezdtem a dűlő utazást. Erre nyilván egy kicsit hosszabb, nem a 16 km, mint amit az előbb a faluban láttam. Viszont érdekesebb, izgalmasabb. Főleg, hogy most akaratom ellenére, mert hogy tényleg figyeltem, túljöttem. De ott is már megint kerítések vannak. Közben a nem teljesen feltöltött taksim lemerült a sityóban. Ja, hát találtam egy szerintem nem olyan rossz utat, amiben majd becsatlakozik az, amit az előbb nem értem el. Na jó, itt vonom vissza ezt a nem olyan rosszat, mert sáros, mint a fene. Csak egyelőre még nem süllyedtem el. Rosszat sejtek. Már megint egy lekerítés. Mi a franc van? Kinek és mi a problémája? Na jó van. Ez engem nem zavar. Átbújok alatta is nem fog megrázni semmi. Ja, gyerünk. Már azt hittem, hogy itt is tilos lesz az áthaladás. Előttem fácánék az út szélén, sőt egy az út közepén. Mennyien vannak? Jé! Hogy bevártak? Nem semmi. De szépek voltak, na, tényleg nagyon szépek. Gersekarát közelében vagyok. Vasvár innen 11 km. Nem tudom, hogy lehet, hogy innen végig aszfalton visz. És ismerem ezt az utat. 2 évvel ezelőtt Kevinnel jöttünk lefelé az Őrségbe. Az országos kerékpáros körtúrának akartuk fölvenni a fonalát, sikerült is.
aztán Apát István falván aludtunk. Nem mentem be Gersekarátra kávézni, úgy vagyok vele most már tényleg csak egyenesen előre. Vasvár útba esik. Beleúztam a tervbe. Kávé, zabszelet. Ez a tervem. Aztán húzás tovább. Addig nem is pihenek. Megint tök olyan, mint haza a földön lennék. Érdekes, olyan napos csive illatot érzek. Olyan vagyok, mint a jó róka. Azért csak hülyek maradunk a túra jellegéhez. A piros jelzésen dobtam egy balost. A Vasvári útról. Szerintem érdemes volt. Ők meg azt hiszem, hogy bombáztak még. Ó, de szép. Hát ezt nézni kell egy kicsit. Micsoda utak? Hát ez frankó. Érdemes volt ide jönni. Olyan nyugis, igaz? Fú. Megálltam egy kicsit fotózni a bringát. Hát van rajta mit nézni. Lerődött fel rá ez az. És akkor még a holnapi bakony még várat magára. Méterről ereszkedem lefelé. Érdekes, hirtelen mekkorát változott a terep. Kilométereken keresztül lapos erdőben mentem. Szórt úton. Most pedig de tényleg a tervben emlékszem erre a lejtőre. Miért lepődtem meg? Szó volt róla. Jó is, jó esik. Hogy aztán valamennyit visszamásszunk belőle. Micsoda túrás. Mi ez? Ja, ez trágya. Visszatértem Vasvárra. Itt is jártam már néhányszor. Sőt, a kempingében aludtunk, és a kemping mellett van egy fürdő. Vasvárra jövök itt. Így vagy úgy, de ki szoktam kötni. Most csak egy jó cappuccinót, egy kávét fogok kérni.
ittam egy cappuccinót, és hát bevállaltam egy prószát. Silva Lekvárral, a képen látható. Micsoda forgalom! Nem tudok átmenni a másik oldalra egyszerűen. Széchenyi. Ó, az a teívó annak idején. De jó is volt. Ész megáll. Ilyen nyugat-magyarországi hálózata volt ennek a üzemeltetőnek. Ez már nem az. De a funkciója maradt neki. Szép volt a dizájnja, szerettem. Azt hiszem, hogy Kőszegen még megvan. Körmenden is bezárt. Balra lent megy a 8-as út. Nekem még 33 kilométer, amit meg kell tennem. 3:43 körül van a pontos idő. Úgyhogy mondjuk 2 óra hossza. Legyen 2 óra hossza. Sötétedésre. Oda fogok érni. Az nekem jó. Sajnos a főtéren a díszkútból nem tudtam vizet varázsolni. A királyok kutya kiszáradt. El is jöttünk a 8-ashoz. Hoppá. Ja igen, ott a vasúti átjáron át kell menni. Jaj, ez nem jó volt. Bazd meg. Egyenes, nem kanyarodós el. A francba. Ezt majdnem benéztem. Tök azt hittem, hogy kanyarodósáv. Öcsém! Megszüntették. Jaj! Na furfangot. Hogy oldjuk meg, ott tilos biciklizni? Jó van. Föladtátok a feladatot. Ott meg bepirosodott. Csináljuk meg szabályosan. De hogy? Hát igen, láttam az átjárót, azt hittem majd befordulok. Csak nincs kanyarodósáv. Na most mi van? Innen van szemből átjárás? Stopp tábla? Viszont dupla... Ott a záróvonal, akkor innen át lehet menni. Hát igen, mert valahogy csak meg kellett, hogy oldják. Aha. Jó. Akkor ez innen működik. Azért sikerült szabályosan átkelnem. Megviccelt nagyon az átjáró. Ez olyan, micsoda, póni vóna. Aha. Bringa út. Szia. Hát olyan közepes paci. Nem mondanám póninak. Nem volt olyan törpe. Vagy óriás póniló. Na, úgy már jó. Nagyon vicces. Ott, az oszlop előtt kilesett a róka. Nézte, ahogy pisilek. Most már megnézem, visszamegyek.
itt van-e még. Hol vagy, lompos farkú? Ott van. Ott a kis drága. Maradsz ott? Előveszem a másik kamerámat is. Maradj még, ne menj el! Máj! A kis sunyi vörös most biztos röhög rajtam. Meg újságolja az erdő állatainak, hogy áfonyának mennyivel kisebb a farka az övénél. Vasvárnál tiltva volt, ezért nem mehettem a 8-ason. Alsó újlap után viszont mindenképpen kiküldött a navigáció is, de itt már nincs is tiltva. Hát 1-2 kilométert menni kell, aztán lesz jobbra letérés. Vele párhuzamosan van egy út. Lehet, hogy az is elenyészik úgy, mint a másik oldalon megtörtént. Mindegy. Teljesen biztonságos, ráadásul mindjárt szerintem egy kapaszkodó sáv is nyílni fog. Come on, ça va! Kossi, egyszer Patrik fiam a bringatúrán itt Kámon elveszett átmenetileg. Benézett egy kanyart utánunk, aztán a faluban nem arra ment, amerre mi. Hát ezért aztán nagyon sok értelme volt lejönni. Ott majd lehet visszamenni. Hello. Elnézést! Szeretném neked egy pár csepp olajat a láncóra kaphatok? Van volna egy kis olajozási lehetőség? Annyi gép van itt hát, ha valamiből lehetne egy kis kenőolajat kapni. Nem lett teljesen happy end, ugyanis hiába álltak ott a gépek, a műhely zárva volt. Apósa elvitte még a pótkulcsot is magával. Hát, majdnem volt értelme, hogy le kellett térni a 8-asról. Nem megyek ki körülnézés nélkül, nehogy azt higgye bárki is, tükörben figyeltem. Na, itt balra lesz egy párhuzamos út. Ha pedig tovább mennék itt a 8-ason, akkor egy nagyszerű csárda található a közelben. Egyszer de jót kajáltunk, akkor volt vadonatú itt az aszfalt. Nem volt rajta semmi útburkolati jel. És akkor itt egy jobbos. Vagyok. A sárvári főútról Egerhölgynél kanyarodtam le, és hát ha jól látom, akkor egy kis vasoxidos szórt úton megyek. Olyan, mintha már a lemenő nap színezné meg, de nem, ez nem így van. De jó ez az árnyalat. Hasonló van a nappalimnak a falán is. Bizony. A 70. kilométeremet taposom, és megvan a 400 méteres emelés, tehát olyan soknak már nem volna szabad lennie. Noha még több mint 19 kilométert tekernem kell. Hát, szerintem az egy 1,25 óra biztosan lesz.
Hú, nem erre számítottam. De jól néz ki. Hát ezt fotózni kell. Hát akkor ki is használom. Hogyha ilyen frankó utat kaptam. Hát ez majdnem aszfalt minőség. Helyenként az aszfalt ennél ócskább. Huszonhattal tépek. Tegnap óta jöttem 206 kilométert már. Hát, látszik a telepített erdő, viszont csini ez az út. Nem mentek messze az autójuktól, ezek sem. Én igen. Az autó Budapesten maradt. Ha nem szükséges, akkor nem használom. Így is szerintem a tervezethez képest már nagyon sokat mentem vele az elmúlt 2 évben. Nagy videózásban elfelejtettem befordulni. Csak miután lekapcsoltam a kamerát, akkor néztem rá a navigációra. Így helyes. Hú! Micsoda szenzációs kép ez, kérem! Hú-hú! Szuper! Erdő! Fotó! 15 kilométerre a célomtól egyre többet gurulok. 267 méteren vagyok. Ezek frissen vannak vágva, látszik a vágás felületén. Hopp, itt balra! Jó, hogy rápillantottam a kijelzőre. Jobbra-balra kanyarog az út, és hát a minősége meg egyre romlik. Itt beszakadt ez a híd. Acska, és hát arra meg nem annyira jó. Ott látom, hogy viszont tökéletes, mindjárt megnézem a navigáción, hogy merre tartok pontosan, mert lehet, hogy akkor lemegyek arra, nem erre, és akkor valahol ott összejövök. Hoppá, hoppá. Én úgy néz ki, hogy jól gondoltam, mert aztán a párhuzamosok meg valahol a végtelenben találkoznak.
Köszi, hello! Nagyon úgy néz ki, hogy jó döntés volt. Megy ez nekem? Kétállásos parkoló. Gondolom, hogy 60 millió forintba az is került. Nem tudom, miért vagyok olyan rossz májú, és miért gondolom, hogy ez is valami neres pénznyelő. Tudjátok mit? Utána fogok nézni, igazat mondtam-e, vagy csak fantáziáltam. Hidegkuti vadászház konferenciai épület. Na, megvan a neve. És kék túrásút és kerékpárút is. Fantasztikus. Vigyázat, az ott nem négy lábú, kettő darab két lábú. Melyik sávon menjek el? Melyik sáv az, ami érdekel? Milyen egy kegyetlen állapot? Azt hiszem, én bonyolult bringás vagyok. Csak egyenesen és tovább. A vadászházhoz toltak egy komoly aszfaltburkolatot. Gondolom időközben lementem 10 km alá. Azt tudom megmondani, hogy ez a 80. kilométeren biztosan. Ugye egy kevés plusz ma is beugrott. És 466 métert emeltem, és most újra emelkedik egy csöppet. És ez még mindig ugyanaz az út, majd most kanyarodik egyet, és kicsit arrébb összefut azzal, amin nekem jönni kellett volna. De hát itt nagyon jókat lehet lapos túrázni. És itt érkeztem volna meg egyszer, ha túlélem. Onnan. Hét kilométerre a célomtól új kártya és frissen töltött aksi került be a sisakkamerába. Hát akkor a kék jelzésen tovább. Olyan durva meglepetésekre már nem számítok. Nagy emelkedőre sem. Ha jól láttam, akkor hamarosan jobbról bejön egy kicsit jobb minőségű út. Még az is lehet, hogy aszfalt. Amit már nagyon keresek, az itt a semmi közepén egy hegy. Egy igazi hegy. Nem viccelek. Egy vulkánról van szó. Egy tanúhegyről. Ennél többet most nem mondok. Valószínű, hogyha ott szemben kijutok az oszlophoz, akkor látni fogom az előbb említett hegyet. Amúgy pedig nagyon úgy néz ki, hogy tegnap az akkumulátorokkal volt zűröm, ugyanis az Eneloop aksikkal, amiket még tegnap este beraktam, és ma kezdtem velük a napot, semmi gubanc
Tudom, hogy nincsenek teljes töltöttségen, de a kijelző még azt mutatja. Miközben ebben a pillanatban lement a nap, és nem volt egyáltalán takarékos üzemmódban a navigáció. Úgyhogy az aksikra kell kicsit odafigyelnem. Jó. Temető, büfé, gondolom. Ott a hegyen. Tadám! Jaj, de jó! Kérem, a Sákhegy! Egyszer elfoglalta az ellenség, de jöttek a hős magyarok. Elzavarták az ellenséget, és azóta szabad Sákhegy. Ennyi, 2,5 kilométer a célig. Hát úgy látom, hogy a falu határában vagyok már is. Ott fut az őzike. Hamarabb vettem őt észre. Csak a kamera, mire bekapcsolt, addigra neki íramodott, és elképzelt, hogy ti semmit nem láttok belőle. Én még látom a kis fehér seggét. És most szerintem előttem fog átfutni. Igen, úgy kanyarodott. Nagy ívben. Mindjárt mondom, balról érkezik. Most ment át. Arra távolban még többet láttam szaladni. Ezt meg nem láttam innen tovább menni. Úgyhogy lehet, hogy ez még itt dekkol. Itt a túloldalon megállt. De milyen logika szerint, azt nem tudom. De mindegy. Most vagyok körülbelül ott, ahol eltűnt a szemem elől. Ott van, látom. Több is. Szaladnak. Lehet, hogy ezek meg jobbról átjönnek a bal oldalra. Hát most párhuzamosan tőlem el. Nem hiszem, hogy be akarnának menni a házakhoz. Aha. Szerintem áthúztak. Na hát, borítva ebben az országban. Csapvágtatnak az őzek. És még az is lehet, hogy itt fognak áttörni. Ott az út. Lenyomtam le, takartam a kezemmel a villogómat. Hát, ha itt megjelennek. Benézzünk jobbra. Jaj, ez csak egy madár volt. Ott vannak, most ugranak be többen. Hopp. Aha, jó, sejtettem, hogy itt lesznek a környéken. Most ugrottak be a kukoricásba. Elméletileg ez az út egyenesen a szálláshelyemre visz. Őzek meg itt szaladtak be. Megérkeztem. Vulcano vendégház. És hol vagyok? Hát, Mesteriben. Ugye, megmondtam. Van már egy mesteri tervem. Most már csak a bejutás, ami kérdéses. Kettőszázhuszonöt kilométert jöttem tegnap.
hajnal óta, mióta letettem a munkát. A mai napon pedig 90,4-et, 520 métert pedig emeltem. Hát a Sághegyet meg nem látom ettől a kamion boltkocsitól. Ez van. Egyébként jó lenne a kilátás. Talán a hálószobából majd az lesz. A mai mesteri tervemnek ez is része volt. Na meg az is, hogyha kijövök, akkor viszek magammal egy sört, de a csiki sört most se kóstolhattam meg, mert nem adják ide az üvegét. Én meg itt nem ittam meg. Ott a kék lámpával világító tető alatt fürödtem egy óra hosszát, és hogy 7-kor zárnak, én nem értem, hogy mások miért vannak még a medencében. 3 perc múlva zárnak, én ki tudtam jönni, azt mondták, hogy 15 órával a vége előtt jöjjünk ki. És még bennülnek ezren. Hát, jó lett volna a vacsorához egy sört elvinni. Nem adják ide az üveget. Egyébként ismertem a helyet, nem először voltam itt. Egy pár évvel ezelőtt, ugyanígy őszi szünet idején, a Ruizival meg a két srácommal álltunk meg, amikor egy Szent Gotthárdi szállással és ausztriai kiruccanással bringáztunk egyet. Megnézem, hát ha ott az étteremben legalább adnak valamit, mert szülinapot tartanak, nem tudom mennyire zárt körül a rendezvény. Hát eddig voltak elveim, hogy miért nem fogom kipróbálni a csiki sört. Ezek az elvek maradnak, kérem. Engem többet ne kínáljon senki vele. Visszajöttem a szállásra. Nem kell pánikba esni, mondtam én már ezt egy párszor, már ezen az úton is. Az van, hogy a szálláson zárva van a étterem, de a itt megszállók lemehetnek, bemehetnek, úgyhogy már ott vár a söröm kibontva, csak följövök a kajámért. Végül az egy sörből 2 sör lett, megettem egy crackerst, meg egy zabszeletet. Aztán nem bírtam becsukni a tetősík ablakot. Mikor idejöttem, akkor szellőzött, és hát már mikor elmentem fürdőbe, már akkor próbálkoztam, nem megy a francessen bele. Hát most lementem a kedves öreg úrhoz, a tulajnak a fiához, és mondom neki, hogy hát segíts már nekem, nem csináltam vele semmit, de nem tudom becsukni a tetősík ablakot. Azt mondja, hogy próbáltad a távirányítóval? Hát azon éppen nem. Ha már egyszer a kamera a kezemben van, akkor mutatom a szállásomat, ami most tudtam meg, hogy eredetileg a tulaj srácnak volt a lakása. Csak 5 év után elvált az első asszonytól, és itt maradt üresen az étterem fölötti rész. És hát mit csináljon? Vendégszobákat alakítottak ki végül, ezért itt van az eredeti fürdőszoba. Az egyik. Automata villanykapcsolóval itt van a másik. De most látom én is, hogy ez a fürdőkád, ez nem működik. Mert olyan sokat kupakoltak benne, valószínűleg azért nem. Itt is. Ez most már tudom. Biztos, hogy a tetősík ablaknak a távirányítója. Ez meg itt a technikai analfabéta bringás. Éppen lefekvéshez készülődik. Már elköszöntem mindenkitől, akitől lehetett. De nem fogok zuhanyozni, hát az előbb ülöttem a fürdőben. Hagyjuk már. Elkopik a bőröm. Szóval lakás volt, ami szét lett darabolva, és vendégszobák lettek benne kialakítva. Ez itt speciál az enyém. Mennyire 5500 forintért egy éjszakára, és fürdőhöz megyek vissza reggelizni, már le van telefonálva. Most pedig kezdődjön el a elektronikának a töltögetése. Mindjárt összeszedem gondolataimat, hogy mit is kell feltölteni. 2,5 akkumulátort, az biztos.
A töltőgetéshez megtaláltam a konnektort. Ajaj. Sehol máshol nincs. Ebben a szobában. Beraktam a fürdőszobába töltődni a kamera aksikat. Ha jó kis fürdőszoba, na. Tudnék itt én is kupakolni valakivel, basszus. Szia! Hát te mit nézel? Úgy értem azután, hogyha ennek a videónak vége. Na figyelj, maradjon köztünk. Most én tudom neked ezt ajánlani. Vagy itt van ez, hogyha még nem láttad. De ennek egészen biztosan örülni fogsz. És hogy a következő feltöltéseimről ne maradj le, itt fel is iratkozhatsz a csatornámra.